Csurgó Dabas Diego KC 29-29. Játék képét nézve úgy gondolom, hogy a döntetlen is egy jó eredmény. Miért nem sikerült győznünk ma? Egyáltalán nem jó a döntetlen, de győzni jöttünk, és mindenképpen győzni kellett volna. Kezünkben volt többször a mérkőzés, azért nem győztünk, mert nem úgy kézilabdáztunk, ahogy tudunk. Azért nem győztünk, mert nem azokat a dolgokat, és nem úgy csináltuk, amiket tudunk. Mert nem megfelelő alázattal álltunk ehhez az egészhez hozzá, és nem megfelelő koncentráltsággal. Készültünk agyban. Ezek, itt agyban dőlnek el nagyon sok dolog. Talán azt gondolom, hogy én is hibás vagyok ebben, mert azért itt az utak előző két hétben foglalkoztunk itt sok dologgal, amivel utólag bebizonyosodott, hogy talán nem kellett volna még, és mindennel foglalkoztunk, csak éppen a játékkal, illetve a kézilabdával. Csütörtökön már láttam, illetve voltak jelei annak, hogy nem megfelelő ilyen hőfokon készülünk erre az egész hétvégére. Ez egy kötelező győzelem lett volna, és ahhoz, hogy mi a céljainkat elérjük, ahhoz nekünk mindenféleképpen az ilyen mérkőzéseket meg kell nyernünk. Itt a riválisaink helyel közel azért nyertek, tehát attól függetlenül egy nagyon ügyes Csurgót láttunk, aki küzdött, hajtott végig. Én két héttel ezelőtt nagyon elégedett voltam a csapattal, nagyon örültem annak, hogy mind védekezésben, mind támadásban kapucs teljesítményt, illetőleg remekül működtünk. Itt ezen a mérkőzésen sajnos ezt nem lehet elmondani. Ebből látszik, hogy mi még nem tartunk ott, ahol én esetleg szeretném. Tehát egy csapat, ha jó formában van, akkor azt lendületből kellene vinni tovább. Jöhet itt mindenféle dolog akár hétközben, de amikor arról van szó, hogy ki kell menni a pályára és küzdeni kell, akkor azt a lendületet, azt az összeszokottságot, azokat a dolgokat, amik eddig működtek és jól működtek, azokat igenis megint tudatosan vissza kell hozni. Nem vagyunk erre még alkalmasak, ahogy látom. Nagyon sajnálom, mert így ha nem szedjük össze magunkat és nem hozzuk ezt az utolsó négy mérkőzést, ami nagyon nehéz lesz, ugye, hát itt azért gondoljunk bele, hogy megyünk a Veszprém otthonába, gondoljunk bele, hogy jön hozzánk a Várpalota, ahol kikaptunk Várpalotát, mindenképpen szeretnénk visszavágni. A nagyon megerősödött Szentendréhez megyünk, tehát hogyha nem hozunk négy pontot, akkor nem tudtuk teljesíteni a céljainkat, és csak magunkat okolhatjuk, mert a bajnokságban több ilyen mérkőzés is volt, amit megnyerhettünk volna, de bizonyos okoknál fogva, vagy azért, mert dekoncentráltak voltunk, vagy azért, mert nem megfelelően készültünk föl, talán nem megfelelően álltunk hozzá az egészhez. Görcsössé vált a játékunk, mert egy ilyen nem megfelelő koncentráltságú dolgot vittünk föl az első perctől kezdve. Ezáltal átmentünk egy görcsös. Azon nagyon nehéz már visszabillenni abba a kerékvágásba, és látom, hogy ez komoly problémánk, és sajnos itt ezen egész évben nem nagyon tudtunk változtatni, bár voltak természetesen nagyon koncentrált jó mérkőzéseink is, tehát nem erről van konkrétan szó, de ha akarunk valamit, akkor ezeket a mérkőzéseket igenis meg kell nyernünk. Az ősszel hazai pályán, ha jól emlékszem, 5-6 góllal vertük meg ezt a Csurgót. Akkor mi már beszéltünk arról, hogy ez egy fiatal csapat, és lehet, hogy tavasszal gondba leszünk, mert pakolják rájuk az izmot, megtanulják úgy játszani a kézzelet, ahogy kell. Hát, azt mondom, hogy ha csak a két héttel előtti mérkőzést nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ott pedig rendben mentek a dolgaink. Természetesen hát ezek a fiatalokról tudjuk, akik nekünk itt előre bebizonyítják, hogy az edzés szám az egy fontos dolog ebben a sportágban. Azok rendben fejlődnek. Mi nekünk talán egyénileg nem minden játékosunk képes már arra itt a koránál fogva, hogy magukat lépjen előre, bár a másik része széről ez nem mondható el, mert fiataljaink is vannak, azok mindenképpen fejlődni kell, és vannak szépen azért előrelépő jelek is bizonyos játékosoknál. De itt azért a 10 edzéssel szemben nehezen tudunk versenyezni. Ehhez mindenképpen itt a rutinra, a játékosságra, az, hogy vannak
nálunk olyan játékosok, hogy kézlabdázni tudnak, azokat kell kihozni. De hát ezeket a dolgokat csak akkor tudjuk kihozni, ha megfelelően felkészülünk és koncentráltan állunk hozzá az egészet. Nem azt mondom, hogy nem akartunk nyerni, de hogy nem. Hát küzdött a társaság, hajtott folyamatosan végig, de mint mondom, azért itt nagyon sok dolog agyban dől el első perctől kezdve a 60-ig. Egy falatnyival is, de úgy láttam, hogy hosszabb volt most a cserepad, mint a két héttel ezelőtti mérkőzésen. Józsa Máté visszatért, Tomori Győzőt pedig nem láttam ma még a kispadon sem. Négy mérkőzés van hátra, egészségügyileg hogy áll a csapat? Azt tudom mondani, hogy örülök annak természetesen, hogy Józsa Máté visszajött, tudott is segíteni mindenféleképpen. Tomori Győző, várjuk azokat a információkat, amit az atroszkópos vizsgálat után kiderül számunkra. Nagyon remélkedünk még benne, hogy nem keresztszalagszakadásról van szó, és talán még vissza tud jönni gyorsan. Szantóferi János már edzésben van, és ha jól alakulnak a dolgok, akkor a Székesfehérvár két hét múlva Albarégi a mérkőzés ellen már csapatban lesz, és már ő konkrétan már mindent csinálhat edzésem. De szépen jövünk vissza, de semmiféleképpen nem mentség az, hogy vannak sérültjeink, eddig is mindig is voltak, minden évben voltak, mindig megoldottuk eddig a problémáinkat. Nagyon remélem, hogy itt az utolsó négy mérkőzésen én legalábbis azon leszek, és azt gondolom a fiúk is, srácok is azon lesznek, megpróbáljuk megcsinálni ezt a bravúr 8 pontot, és hogyha ezt megcsináljuk, mert simán képesnek is tartom magunkat, és nagyon remélem, hogy mindenki úgy gondolja ezt, ahogy én, hogy meg is fogjuk csinálni, mindent megteszünk érte, akkor elérhetjük a céljainkat. Április 17-én csütörtökön 18:30 órakor az Óbó Arénában edzőmérkőzés. Ez is ezt a célt szolgálja? Igen, tehát nem örülöm az egyet a minden hét végén való ritmusból is ugye kirázunk, de hát azért itt beszéltünk itt össze, hiszen nem lehet, hogy azért már minden befolyásoljon bennünket, és azért nem tudunk jó teljesítményt nyújtani. Itt persze, hogy ez egy fontos dolog, hogy azért az a ritmusra meglegyen a különböző heteknek itt a versenyidőszakban. Igen, csütörtökön az NB2 első helyezettje fog hozzánk látogatni. Én nagyon remélem, hogy egy jó mérkőzést fogunk ellenük játszani, ahol tudjuk gyakorolni itt az utolsó négy mérkőzés azokat a formációkat, játékokat, mind védekezésben, mind támadásban, amiket fogunk alkalmazni itt az utolsó négy forduló során. Magtelevízió. Önökért vagyunk.